Dicséretessék a Jézus Krisztus. Tisztelettel kérem a türelmeteket, még nem tudtunk rendesen előkészülni, úgyhogy lehet, hogy lesz egy kis késés a Szentmisében. Egyszerre tartom most veletek itt a kapcsolatot a kamerán keresztül, és igyekszek előkészíteni a Szentmisét, ami pár percen belül kezdődik. A linket azért tettem most közzé, hogy tudjatok csatlakozni. Addig a türelmeteket kérjük. Herrik atyával, Ákos atyával, én az Albertfalvi templomból. Nem sokára, pár pillanat múlva kezdődik a szertartás. Isten áldjon mindannyiótokat, tehát ne csodálkozzatok azon, hogyha lesznek ilyen logisztikai felvételek, míg el nem indul a Szentmise beállítása. Itt épül az Albertfalvi közösségi házunk, azt látjátok, éppen tartok befele a sekrestjébe. Úgyhogy nem sokára minden megtörténik. Itt van. Az Úristen kegyelméből talán sikerül hamar előkészülni. Szia, mi se előtt vagyunk, majd beszéljünk, de nem mondtam. Jó. Addig bátorító szavakkal szólt a testvérekhez. Nyugodtan. Itt vannak. Most ne ijedjetek meg, a mobiltelefont ráhelyezem az állványra, tehát ezért lesznek ilyen furcsa képkivágások. Be is kell még kábelezni, hogy bírja a szertartás alatt. Istennek legyen hála, nagyon sok testvér jött gyónni, úgyhogy azért vagyunk benne ebből a kis késésbe. És akkor nem sokára tapasztaljátok már a szokásos képi beállítást innen Albertfalvi templomból. Még hozok egy kábelt, és akkor el tudjuk kezdeni.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Szorongatnak, Uram, könyörülj rajtam, ragadj ki az ellenség kezéből, és ments meg azoktól, akik üldöznek engem. Uram, ne hagyd, hogy szégyent valljak, hiszen téged hívlak. Ezekkel a szavakkal kezdődik meg a mai szentmisének az ünneplése, és bár ezt a szorongatatást érezzük mindenfelől, olyan jó azt tudni, hogy az Úr megsegít bennünket, meghallgat bennünket. Oda vihetjük eléje a mi kéréseinket, könyörgésünket, és bár azt majd a hétvégi hirdetésben fogjátok hallani, ezt a húsvétot is a tavalyihoz hasonlóan online módon kell közösen megélnünk, megünnepelnünk. Ez a szorongattatás nem moshatja el ennek a húsvétnek az igazi kegyelmeit, nem szüntetheti meg a szívünkben a reményt, Jézus velünk van. És ennek a jelenlevő Jézusnak a kegyelmeit fogadjuk most is ebben a szentmisében. Ezeket a szándékokat, amelyeket felajánljuk, és a tieiteket is hozzá kapcsoljuk, szeretnénk itt a szentmise elején megemlíteni, imádkozunk papi és szerzetesi hivatásokért. Járványhelyzet enyhülésért, a betegekért, betegeket segítőkért. És imádkozunk beteg Zoltán és Éva gyógyulásáért, valamint mindazokért, akiknek szükségük van most az Úr gyógyító, felemelő, vigasztaló kegyelmére. A szentmise kezdetén most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igennek vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok értem. Urunkhoz, Istenünkhöz, irgalmazon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmaz, Krisztus kegyelmez, Uram, irgalmaz! Könyörögjünk! Urunk Istenünk, bocsásd meg, hogy emberi gyöngeségből vétkeztünk, és oldozd fel jóságosan bűneink kötelékét, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él, és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jeremiás próféta így panaszkodik szenvedés idején. Hallom sokak gyalázkodását, rettegés mindenütt. Jelentsétek föl, följelentjük. Még azok is, akik barátaim voltak, bukásomra lestek. Hát, ha valamiképpen törbe csalhatnánk, legyőzhetnénk, és bosszút állhatnánk rajta. De az Úr, mint hősharcos, mellettem áll. Ellenfeleim meginognak és nem bírnak velem. Szégyent vallanak, mivel mit sem értek el. Örökké tartó, soha el nem múló gyalázatban lesz részük, te pedig seregek ura, igazságos bíró, aki a vesék és a szívek vizsgálója vagy, engedd, hadd lássam, miként állsz rajtuk bosszút, mert eléd tártam ügyemet. Énekeljetek az Úrnak, dicsőítsétek az Urat, mert kiszabadította a szegénynek lelkét a gonoszok kezéből. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála. Az Urat szólítottam a szenvedés idején, és ő meghallgatott engem. Az Urat szólítottam a szenvedés idején, és ő meghallgatott engem. Szeretlek, Uram Istenem és erősségem, menedékem és sziklaváram, szabadítóm, Te vagy, Uram. Az Urat szólítottam a szenvedés idején, és ő meghallgatott engem. Istenem segítőm, akiben remélek, oltalmazom pártfogóm és üdvöm ereje. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Az Urat szólítottam a szenvedés idején, és ő meghallgatott engem. A halál örvényei körül vettek engem, megrémített a pusztító áradat. Az alvilág kötelékei körül fogtak, a halál foglyul ejtett. Az Urat szólítottam a szenvedés idején, és ő meghallgatott engem. Az Urat szólítottam a szenvedés idején, és ő meghallgatott engem. Templomában meghallgatta a szavamat, kiáltásom színe elé jutott. Az Urat szólítottam a szenvedés idején, és ő meghallgatott engem. Jézusat, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Jézusat, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Uram, tanításod lélek és élet, örök életet adó igényid vannak. Jézusat, hogy hozzád érjen, veled halljak, veled éljek. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Egy alkalommal a zsidók köveket ragadtak, hogy megkövezzék Jézust. Erre ő megkérdezte tőlük. Sok jó tettet vittem végbe köztetek atyám nevében. Melyik jó cselekedetét akartok megkövezni engem? A zsidók ezt válaszolták. Nem a jó cselekedetét, hanem a káromkodás miatt akarunk megkövezni, mert ember létedre Istenné teszed magadat. Jézus ezt felelte. A Szentírásban nem, de ez áll. Én mondottam, Istenek vagytok. Ha már azokat is Isteneknek mondja az írás, akikhez Isten igéje szólt, és az írás nem veszítheti érvényét, hogyan mondhatjátok arról, akit az Atya megszentelt és a világba küldött, káromkodol, mert azt mondtam, hogy az Isten fia vagyok. Ha nem cselekszem atyám tetteit, ne higgyetek nekem. De ha azokat cselekszem, és nekem nem akartok hinni, higgyetek a tetteknek, hogy végre lássátok és elismerjétek, az Atya én bennem van, és én az Atyában. Erre ismét el akarták fogni őt, de kiszabadította magát kezükből. Ezután Jézus újra a Jordánon túlra ment arra a helyre, hol János először keresztelt, és ott maradt. Sokan keresték fel, mert így vélekedtek. János ugyan egyetlen csodát sem tett, de amit Jézusról mondott, az igaznak bizonyult. És sokan hittek Jézusban. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Az evangélium tanítása szolgáljon bűneink bocsánatára. Kedves testvérek! Újra kövezni akarnak. Újra meg akarják kövezni Jézust. Látták számos csodáját, hallották szavait,
Nem tért ki a válasz elől, megmondta, hogy ki ő. És az ember nem tud kilépni önmaga kis mókus kerekéből. Önmaga középpontjából. Az ősbűn elkövetése óta az ember képtelen letenni arról a vágyáról, hogy Istent játszon. De hát mi kell még az embernek, hogy lássa, hallja, tapasztalja, hogy ő ember. A többit, amit az Isten művel, amit az Atya által Jézus tesz, csodákat, kijelentéseket, megvallja, hogy ő ki, ezeket képtelenek elfogadni, mert hát akkor velünk mi lesz? Nem képesek fölfogni azt, hogy teljesen más dimenzióban kell látni, érezni, hallani. A hit által kellene, hogy megnyíljon a szemük, hogy kinyíljon a szívük. De ez most valahogy megint nem megy. És amikor az ember bajban van, amikor újra és újra visszatér oda, honnan elindult, akkor nem marad más, mint követ akarunk ragadni. És így akarjuk elhallgattatni azt, aki őszintén válaszol, őszintén megmutatja, hogy ki ő, őszintén cselekszik, őszintén beszél. Hát mi kell még nekünk, testvéreim? Találtam az interneten egy képet, aminek az a neve, hogy én kép. És az ember jó derül rajta, pedig ugye ebben az evangéliumban is Jézus egy tükröt mutat nekünk, embereknek, hogy ilyenek vagytok. És miről szól ez a kép? A sakk tábla figurái közül egy fekete kis gyalog, más néven paraszt, belenéz a tükörbe, és mit lát? Egy hatalmas fehér királyt. Mert ezt akarja látni. Nem azt látja, hogy én ki vagyok, hogy én az Isten gyermek, az Isten teremtménye vagyok. Nem, én annál több vagyok. Amit meg nem tudok megemészteni, azt elintézem egy kődobással. De amit nem sikerül ésszel elintézni, azt megpróbáljuk erővel. Jézus folyamatosan nevel minket. Elmondja, hogy kiknek kell lennünk, kiknek kellene lennünk. Mit kellene magunkból megmutatni a másik ember számára. Folyamatosan felhívja a figyelmünket a cselekvő szeretet fontosságára. Fölhívja a figyelmünket arra önmaga által, saját tettei által, hogy nekünk is föl kell vennünk a keresztünket. Mert ez az egyetlen út, ami oda vezet, hogy tisztálássa az ember önmagát. Nézd az embert, íme az ember. Testvéreim, a nagybőjti időszak vége felé ezen gondolkodjunk el, hogy kik is vagyunk mi tulajdonképpen. Milyen a mi hitünk? Igaz, tiszta alapokon áll? Vagy csak azt gondoljuk, hogy hiszünk, csak úgy hívők vagyunk? Nyissuk ki a szívünket, nyissuk ki a lelki szemeinket, és lássuk meg azt, hogy Jézus folyamatosan szenved a mi bajunk miatt, a mi bűnünk miatt. Az Istennél nincs idő. Jézus mindegyikünk bűnét fölvitte a keresztre. Ahogy hallottuk múltkor, felfeszült bűneinkkel együtt a keresztre. Próbáljuk meg így nézni a világot, hogyha Jézus elvitte a keresztjét, nem gyalászkodott, nem hangoskodott, akkor mi is ebben az időben, ebben a felkészülési időszakban próbáljuk meg ezt tenni. Amen. Testvérem, Isten, ami biztonságunk és békénk záloga már itt a földön is. Kérjük őt, hogy ne hagyjon magunkra,
és segítsen, hogy ezt mi se felejtsük el soha. Add, hogy Ferenc pápánk és Péter püspökünk a szegények iránti figyelemmel és elkötelezettséggel végezze a munkáját. Kérünk téged, hallgass meg minket. Gyarapítsd urunk egyházközségünkben a szeretet fényét és melegét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a népek vezetői felelősségteljesen gondoskodjanak mindenki szükségleteiről. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy nagybőti böjtöléseinket lelkünk javára és a rászorulók iránti szolidaritással örömmel végezzük. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segíts meg a betegeket, akik naponta azonosulnak veled és megváltó szenvedéseddel. Kérünk téged, hallgass meg minket. Fogadd el, Urunk, imádságunkat, áldozatainkat, és egyesítsd meg váltásod érdemével, hogy akik itt a földön hittel vállaljuk a szenvedéseket, a más világon szent kereszted erejéből örök boldogságot nyerjünk, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Édes Jézus, neked éhen, édes Jézus, neked haló, életemben halálunk van. Édes Jézus, fiad vagyok, édes Jézus, neked éhen. Édes Jézus, neked haló, életemben halálunk van. Édes Jézus, tiéd vagyok, édes Jézus, neked éhen. Édes Jézus, neked haló, életemben halálunk van. Édes Jézus, tiéd vagyok. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Add meg nekünk, irgalmas Istenünk, hogy mindenkor méltóképpen szolgáljunk oltárodnál, és az áldozatban való részesedésünk legyen üdvösségünkre, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a felelőkkel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Fiadnak üdvözítő szenvedése által az egész világ felismerte, milyen nagy hálával tartozunk neked. A kereszt kimondhatatlan ereje nyilván hirdeti, hogy Krisztus győzött a világon, és megfeszítve úrrá lett rajta. Ezért mi is az összes angyallal és szenttel együtt Urunknak vallunk téged, és újjongva zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem, dicsőségem betöltik a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott aki jön az Úr nevében. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan,
mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében álmodt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el ebből a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk mi is az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint most bizalommal így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézd, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, kérsz és uralkodul mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk, Isten báránya.
íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Uram Jézus Krisztus, aki jelen vagy az oltári szentségben, vágyom találkozni te veled, de nincs lehetőségem most, hogy az eukarisztikus színek alatt a szívembe fogadjalak téged. Vágyódom utánad, kérlek, add meg azokat a kegyelmeket a lelki szent áldozás által, amelyekre szükségem van, hogy egyre közelebb kerüljek hozzád, hogy egyesülhessek veled. Jézus életem erőm végén, Jézus társam örömöm, benned bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert benned élsz, már nincs mit félnem, mert benned élsz. Jézus életem erőm végén, Jézus társam örömöm, benned bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert benned élsz, már nincs mit félnem, mert benned élsz. Jézus életem erőm békén, Jézus társam örömöm, benned bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert benned élsz, már nincs mit félnem, mert benned élsz. Jézus, ami bűneinket fölvitte saját testében a keresztfára, hogy meghalljunk a bűnnek, és igaz életet éljünk, az ő sebei által nyertünk gyógyulást. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a szent áldozat, amelyben részesültünk, legyen állandó oltalmunkra, és minden rosszat üzzön messze tőlünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkünkkel. Áldjon meg titeket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szent mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Boldog asszony anyánk, régi nagy pátróna, nagy ígységvel nélél, mit szólít meg hozzánk, magyar országból, édes hozzánkról, ne felejtkezzél.
hazánkról, ne felejtkezzél el, szegény magyarokról. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet. A te erőd nem törik meg hőimáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg, Mária,